Most akkor magyarországi német vagy sváb? Melyik a helyes szó? Melyik használatát érdemes kerülni? A kérdés sokszor felmerül a témával kapcsolatos beszélgetésekben, én mindkettőt rendszeresen használom, akár csak kerülendő a szóismétlést, de azt, hogy melyik pontosabb a kettő közül, vita övezi. Így most elhatároztam, utána nézek, melyiket érdemes szótárunkba rögzítenünk. Fontos, hogy a videó témája nem az, hogy a tényleg svábföldről érkezett svábokra milyen szót kell használni, hanem hogy a teljes hazai nemzetiség megnevezésére melyik szó használatos. Ebben a kérdésben leszögezném, hogy már mindkét verziót megkaptam kommentben, volt, aki a sváb szót kérte ki magának, volt, aki a németet, így hát az látható, hogy a kérdésre egyértelmű és egybehangzó válasz nem adható. Egyébként is mindenki azt a szót használja, amelyiket szeretné. De azért nézzük meg, mi állhat a helyzet hátterében. A kérdés feltérképezéséhez készítettem egy közvéleménykutatást is, melyet több százan töltöttek ki az ország minden pontjáról, minden korosztályból, amit ezúton is köszönök. A kapott adatok segítségével pontosabban ismerhető meg a szavak körül fennálló helyzet a nemzetiségen innen és túl. A sváb szó köztudottan az elterjedtebb a kettő közül. A válaszadók 45,9%-a kizárólag ezt a szót használja. A nemzetiséghez önmagukat nem sorolók is ezt szokták gyakrabban használni. Az ő esetükben ez az arány 6%-kal 52%-ra nő. A sváb szót kritizálók általában két dolgot szoktak kifogásolni. Egy, hogy a szó valójában a szószoros értelmében nagyon sok más területről érkezett telepest is magába foglal, így nem pontos. Szerintük gyűjtőszónak nem használandó egy kimondottan konkrét népcsoport neve. A svábokra ráadásul sok betelepült nemzetiségtől eltérő tulajdonságok is jellemzőek voltak, például szinte mind katolikusok voltak, de a betelepülő németség egy jelentős része protestáns, református vagy evangélikus vallású volt. A helyzet könnyen levezethető a rovar-bogár paradigmán keresztül, minden sváb német, de nem minden német sváb. Nem svábok többek között a frankok, a bajorok, a cipszerek, a hiencek, az osztrákok, a rajnavidékiek és a heidebauerek sem, így a pontosítás érthető. Szerintük a német kifejezőbb, jobb összefoglaló név, hiszen mindegy hány népcsoportról beszélünk, mind a mai német nyelv egy korábbi változatához köthető nyelvet beszélik, illetve a svábok alatt értett népcsoportok többsége a mai Németországban, de legalábbis német nyelvterületen található. A másik, amit a német szót preferálók említeni szoktak, az a sváb szó terhelt múltja. A válaszadók közel fele, 49,5%-a szerint a sváb szó történelmileg terhelt, a kitelepítések, a II. Világháború és a szocialista propaganda ellenségessége miatt. Csak ugyan, a sváb szó már jóval a II. Világháború előtt is, de azután főleg szitokszóvá vált, megtelítődött gyűlölettel más népcsoportok részéről. A nemzetiség ellen uszító propagandában is jellemzően ezt a szót használták, degradáló, lekicsinylő tónussal. Ez persze mára már nagyrészt nem igaz, de érthető, hogy egyesekben rossz reflexeket indít be. Azonban a kitöltők 16%-a szerint a sváb a mai napig pejoratív szónak tekinthető. Sokan említették, hogy kétségtelenül pejoratív volt nagyon sokáig, de ma már nem az. A kifejtés rovadban sokan említették, a szót gyakran azonosították a náci kollaboránson túl makacs, munkamániás, anyagias, humortalan, ízetlenül főző, valamint falusi paraszt negatív jelentésekkel is, amelyekből a többségi társadalom számára megannyi előítélet született. Nem csak lenézték a svábokat, általános érzelem lett a féltékenység és a félelem is. Említették továbbá, hogy a sváb szó eredete egyébként is könnyelműségből ered, a németek tömeges ideérkezésekor ugyanis a magyarok ragasztották rájuk ezt a szót, ami szokássá vált, elterjedt, idővel pedig az új generációs németek is már svábnak hívták magukat, hiszen a betelepítéstől eltávolodva az eredeti érkezési hely egyrészt egyre több volt, mivel ha tegyük fel már az ükszülők idejében történt, akkor akár 16 különböző helyről is beszélhetünk. Másrészt pedig sokan nem tartották fontosnak, megfeledkeztek róla. Ezt csak a modern korban tartjuk ilyen fontosnak, viszont a pontos szóhasználatra való törekvés sokak számára a gyökerek megtisztelésének szinonimája. Manapság, hogy már egyre kevésbé határolhatóak el a különböző népcsoportok, bizonyos értelemben fontosabbá vált az identitás kommunikációja, ami szerintem megfelelő arányérzékkel fontos és értékes lehet. Régebben, ha valakinek családi legendái elvesztek, jóval nehezebb út állt előtte, hiszen családfa kutatni is sokkal nehezebb volt. Az online kutatás elterjedésével azonban, ha van egy kis szerencsénk, pontosabban meghatározhatjuk, honnan is érkeztek őseink. De ez nagy eséllyel nem pont úgy fog kinézni, ahogy azt elképzeltük.
Az én esetemben például a betelepülés már 10 generációval ezelőtt történt, így ősvesztést nem számolva, körülbelül 1024 egyenesági ősöm élt abban a korban. Néhányukról sikerült már kiderítenem, hogy honnan jöttek, de korán sem mondhatóak egységesnek a helyek. Vannak köztük sokan klasszikus bádeni svábok, schwarzwaldiak, vannak frankok, bajorok, de igazából Közép-Dél-Németország minden létező pontjáról érkeztek. Így nem én leszek az, aki a pontosítást fogja számon kérni a sváb szón. Ha valakinek kizárólag egy területről származnak ősei, az ő részéről természetesen megértem, de ilyen régre visszanyúlóan erre már kifejezetten kevés a statisztikai esély. Ha valaki ma 100 éves, neki is legalább 64, de inkább 128 felmenője élt a betelepítésekor. A válaszadók 4,4%-át zavarja nagyon, ha rossz szót használnak rájuk. 68,1%-ukat azonban egyáltalán nem érdekli. Ennek ellenére a kitöltők 23,7%-a kiavítana a másikat ilyen esetben, ami azt jelzi, ha korrigálnak is minket, legtöbbször nem frusztrációból tesznek így, csak a rendkedvéért. A sváb szót preferálók részéről főként azt az érvet kaptam meg, hogy a mai németekhez vagy Németországhoz nincs is köze az itthoni nemzetiségnek, hiszen például a betelepítéskor még ilyen egységes ország nem is létezett. A németeknél pedig a mai napig nagy dialektus vagy kultúrabeli különbségek lehetőek fel. Részben annak is köszönhetően, hogy a germán népcsoportok rengeteg merően különböző rétegből egyesültek, a svébekből, a gótokból, a burgundokból, a szászokból, a teutonokból, a bajuvárokból, a türingekből, a gepidákból, a frízekből, az anglikból, a markomannokból, az alemannokból, a basztarnákokból, a szkírekből, a vandálokból, és még rengeteg további egykor jól elkülöníthető népcsoportból, törzsből. Így lehet az, hogy például sok bajor a mai napig magára bajorként szeret hivatkozni, nem németként. Illetve az is ok lehet, hogy rengeteg egykor a német birodalomhoz tartozó ember ragadt egy másik ország határain belül, például a poroszok, akik akár asszimilálódtak is, de így ez alapján őket is németnek kellene hívni, pedig akár nem is beszélnek németül, német állampolgárságuk pedig, ahogy az itthoni svábok túlnyomó többségének, nekik sincsen. A magyarországi német kifejezés abban is megtévesztő lehet, hogy megnehezíti a Magyarországon élő, de Németországban született, ide költözött emberek elkülönítését, bár ez egy viszonylag ritkán előforduló összetévesztés. A magyarországi német szót tudományos és akadémiai nyelvezetben szinte kizárólagossággal használják, hiszen itt elvárás a pontosság, hivatalosság. A válaszadók aránya is megfordul itt, 59,4%-uk inkább ezt használná a hazai nemzetiségre hivatalos szövegkörnyezetben. Régen is használták, de a teljes nemzetiségre vonatkozóan elsősorban a sváb szó terhelődése nyomán hívták életre a köznapi beszédben is. Egyes kitöltők felhívták arra is a figyelmet, hogy a német szó is terhelt a világháború miatt, nemzetközi kontextusban még súlyosabban is, mint a sváb. Lévén, hogy a hivatalos megnevezés formális, a nemzetiség hivatalos neve is magyarországi németek. A válaszadók 77%-a úgy gondolja, az itthoni nemzetiség igenis tekinthető németnek, bár megjegyzem, többen is írták, a mai nemzetiségre már nehezebben mondják a német szót, mint akár 50 évvel ezelőtt. Persze az, hogy mit jelent németnek lenni, igencsak absztrakt fogalom. Mindenki máshol húzza meg a határt, éppen ezért szándékosan általános megfogalmazásban tettem fel a kérdést. A sváb szót is használjuk hivatalosan, de ez egy kisebb halmaz, kizárólag a Dunán a nagy svábencukkor lehajózott telepesekre használjuk, ami már egy így is megengedő, kibővített kategória, hiszen ezeknek a telepeseknek egy jó része szintén nem svábföldről érkezett. Ennek nyomán alakult ki a Duna menti jelző a sváb előtt, amely a specifikálást segíti. Számomra mindkét szó elfogadható, mindkét szó pontosabb valamilyen aspektusát tekintve a másiknál. Egyetért velem a kitöltők 39,1%-a, akik mindkét szót rendszeresen használják, akár köznapi beszédben is. A sváb szó ismertebb, elterjedtebb, és hiába a negatív konnotációk, rengetegen a mai napig büszkén használják magukra ezt a szót, pontos vagy sem. Az őseim is többnyire ezt használták magukra, pedig akiktől ezt hallottam, ők pont frankok voltak. Ez egy általános jelenség, bárhonnan is származtak, a régi világban többnyire svábnak hívták magukat a hazai nemzetiség tagjai. Erről a jelenségről számol be a kitöltők 77,2%-a is. Ez a szó tehát a megszokás és a hozzátársított pozitív érzelmek által nyer létjogosultságot. Az is szempont lehet, hogy egyeseknek a szó visszahódításán keresztül gyógyul traumájuk, ezzel párhuzamosan pedig annak szitok szó mi volta is elkopik. A magyarországi német, lévén, hogy gyűjtő fogalom, egyel pontosabb és kevésbé terhelt megfogalmazás.
azt is jól átadja számomra, hogy magyarországi, de német. Ez a szókapcsolat pedig jól kifejezi azt, hogy mit is érez ez a népcsoport. Hol a hazája, de minek tartja magát. Számomra legalábbis ezt jelentik ezek a szavak. Ti mit gondoltok? Milyen érvek merülhetnek még fel, amiket esetleg nem említettem? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett a videó, kérlek egy feliratkozással támogasd működésünket.